Összességében fejlődő pályán van a hazai zöldségtermesztés, ami a klímaváltozás és a nehéz piaci viszonyok miatt elengedhetetlen is a vállalkozások fennmaradása érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a 2019-es májusi hűvös a legtöbb szabadföldi kultúra szempontjából hátrányt jelentett. Ám a borsónak inkább kedvezett a csapadékosabb, hidegebb időjárás. Porba kellett elvetni, és április közepéig rendkívül aszály volt. A kikelt, utána a május az, azt kell mondani, hogy kimondottan kedvező volt, a hűvösebb csapadékos idő az a borsónak kedvezett. Úgy érezzük, hogy ha nem is rekordtermés, de egy jó termés várható, ezt a június elejé közepi közel két hetes kánikula keresztbe törte. Emiatt aztán a korai borsok esetében a betakarított termés nagy része csak másodosztályú lett. A késői fajtáknál pedig éppen ebben az időszakban volt a virágkötődés, ami szintén problémásan alakult. Míg az országos átlag 5,5-5,7 tonna szokott lenni hektáronként, addig tavaly 5-5,2 tonna lett. Ez azonban még mindig jobb, mint a 2018-as adat, ami 4 tonna alatti volt. Ipari paradicsomból nagyjából 1700 hektáron mintegy 120-130 ezer tonnát szoktak megtermelni a gazdálkodók. Ezzel idén sem volt különösebb probléma. Nehezen indult itt is a hűvös május miatt, viszont rendkívül jó volt a augusztus-szeptember, amikor a betakarítás volt. Ugyan késett durván egy olyan 7-10 napot a betakarítás kezdete, a szokásos augusztus 5-től augusztus 15-18 között tudtak elkezdeni, viszont nem volt csapadék a betakarítás időt, és emiatt rendkívül kevés volt a veszteség, másrészt pedig nagyon jó volt a minőség, tehát összességében azt kell mondani, hogy ipari pücsöm józán. A másik növény a csemmegekukorica, itt inkább olyan probléma adódott, hogy hiába van a fajta sor és a betakarítási ütemezés, emiatt a hideg idő miatt összecsúsztak a fajtáknak az érése és a betakarítás, és feldolgozó kapacitási gondok voltak sokszor. A friss piacra is szánt növények közül a gyökérzöldségekre, hagymafélékre, káposztákra is a nehéz kezdet, de a kedvezőbb folytatás volt a jellemző. Étkezési paprika, fűszerpaprika, konzervúorka, itt vegyes a kép, itt folyamatosan csökken sajnos a terület, főleg a betakarítás miatt nincs elég munkaerő. Nehezen indultak ezek a paprika állományok, nagyon sok gombás és baktériumos betegség is volt, de szerencsére a nagyon jó augusztus és inkább a szeptember-októbernek köszönhetően az úgynevezett hegypaprikák is be tudtak érni, és emiatt a hozamok nem lettek annyira rosszan, mint amit még augusztusban jelezzük, hogy valószínűleg gyenge év lesz, inkább egy közepés is, majdnem jobbornak egy jobb évük lett. Magyarországon 2020-ban és 2021-ben újabb üvegházak lépnek majd termelésbe a 2019-es 10-15 hektárt követően, ami az étkezési paradicsom piacára komoly hatással lehet. Idén egyébként mintegy 125 ezer tonna termett. Itt a kereslet és a kínálat, hogy helye közel egyensúly volt. Egyedül ez az augusztus 20-a után szeptember rég volt egy túlkínálat a piacon, de összességében jó volt. És megindultak már az export eladások is. És ami még örvendetes, hogy idébe a főszezonban, tehát májustól október végéig szinte 100%-ig ki tudtuk váltani az importot, úgynevezett seri vagy koktél paradicsomnál ez mindenképpen egy pozitívum. Az 1600 hektáron termesztett hajtatott paprikából a tavalyi mennyiségek jöttek be, de ezúttal jobban széthúzódott a mezőny, ami előnyt jelentett. A hidegfóliás termeléknél azt kell mondani, hogy nem jelentkezett az a kínálati túlsúly, emiatt a folyamatosan a termelői árak és ugye a fogyasztás emiatt ugye magasabbak voltak. Ez a munkaerő költségtöblet, ami jelentkezett a kifizetett bérek miatt, az gyakorlatilag a termelők tudták fedezni a magasabb árakból. Kisebb területen olyan 100-500 hektáron történik kigyobó termesztés. Egy-két hetet leszámítva folyamatosan keresleti piac volt, lényegesen többet lehetett volna eladni be, akár belföldön, akár exportra, tehát ez egy bővülési lehetőség, és sokan, akik a vidékfejlesztési pályázatba beruháztak, döntöttek úgy már ebben az évben is, de jövőre is hallottam, hogy a paradicsom helyett nem paradicsomot, hanem inkább uborkát termelnek, egy kicsit biztosabbnak érzik a piacát.
Mindent összevetve a legfontosabb, hogy a hazai zöldségtermesztők minél kevésbé legyenek kitéve a klímaváltozás okozta kihívásoknak. Azokra minél hatékonyabban tudjanak válaszolni, hogy ízletes, egészséges magyar termékek kerülhessenek a boltok polcaira.